A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Nos, telefonon van itt velünk Várkonyi Gábor autós szakértőnk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Kicsit elgyötört a hangod. Nagyon elgyötört a hangom, de a Millás reggeli futómű rovatának történetében először vízszintben feküdve fogok végigmondani egy reggeli szekciót, mert egyszerűen nem vagyok képes fölkelni, annyira beállt a hátam. Hát először is jobbulás neked, másodszorban pedig ne aggódj, mert a Millás TV-n, a millásregeli.hu-n egy kiváló, kicsit műmájeres képpel, de ott vagy, és láthatnak. Mögötted egy luxus autóval. Igen. A gyerekek, ha nevettetek, az fáj. Akkor átérünk egy nagyon komoly témára, mert hogy ugye a Volkswagent egy méretes bírsággal akarják megleckéztetni, ugye itt a dízelbotrány kapcsán egy 300 millió eurót kell kiperkálnia? Nem a Volkswagen. Nem, most a Volkswagen hajtja be a saját. Ja, hogy ő hajtja be. Igen, ő már ugye kapja a bírságokat. A 300 az ugye, amit teljes egészében az összes bukót becsülik ennyire, ugye? És most ebből próbálja behajt. 30 milliárd euróra, igen? 30 milliárdba került a becsések itt a számokban elvesztünk. Mindennel együtt az egész dízel. Igen, de és most nem piti ellenséget egy egészen elenyésző hányadát elkezdeni behajtani azokon a menedzsereken, akik éppen akkor ott voltak? Szerintem ennek szimbolikus jelentősége van. És nagyon érdekes, hogy ezt az egészet a sajtóhírek szerint nagyjából 10 hét alatt tárgyalták le. Tehát arról van szó, hogy 288 millió eurónak megfelelő összeget fognak befizetni az egykori menedzserek, illetve ezek kötelező felelősségbiztosításai, tehát a menedzseri felelősségbiztosítások. Ez nagyon nagy részt a biztosítótársaságokra hárul, az 270 millió euró ebből a tételből, és a további 18 millió eurót azt gyakorlatilag Martin Winterkorn több mint 10 millióval, és az Audi egykori vezére Rupert Stadler meg egy aztán 4 milliós összeg. Most szerintem majdnem mindegy is, hogy ezen belül mekkora összegekről beszélünk. Hú, ezt majd egyszer érdemes megfejtenünk, hogy hogyan működnek ezek a biztosítások, hogy ez valami önrész, vagy a biztosító kifogásolta, hogy esetleg az adott tétel nem tartozik a biztosítási körbe. Na mindegy, ez egy másik 30 darab topic. Biztosító volt ebbe a tárgyalás sorozatba involválva, ez nem semmi. Igen. És az sem semmi, hogyha belegondoltok abba, hogy egyébként ugye német jog az mennyire bonyolult és mennyire sokáig szokott tartani ehhez hasonló dolgoknak a letárgyalása. Ez a 10 hét, ez egy olyan dologra enged következtetni, hogy valószínűleg egyik fél sem volt azért meggyőzve saját magának az igazáról teljes mértékben, és akkor egy ilyen dodonai történet lett ebből a végén, tehát legyen valami, legyen szimbolikája, és legyünk túl rajta nagyon gyorsan, mert ez egyébként továbbra sem jó hír alapvetően. Tehát, hogyha ez napirenden van, akkor alapvetően azért ez nem egy olyan nagyon-nagyon jó hír, azzal együtt is, hogy nyilván az egész bulinak a körülbelül 1%-át azt így vissza fogják tudni szedni, tehát ez, lássuk be, hogy nem egy akkora tétel. Miközben egyébként ez a dízel botrány ügylet, ez további, hát hogy mondjam, milyen árnyékokat vet az európai autógyártásra, ugyanis itt nem álltunk még meg ennél a kérdésnél, a francia hatóságok azok elég keményen dolgozzák le azt a listát, amit készítettek 6 évvel ezelőtt, ugyanis a Renault is és a PSA-nak a Peugeot brandjét is elkezdték ezzel a kérdéskörrel vegzálni, vagy hát attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye ez a két cég ez erősen tagadja azt, hogy konkrétan csalással kapcsolatos szoftvereket használtak volna, de hát ugye a csalás és mondjuk a termóablaknak a rugalmas értelmezése az nem pont ugyanaz. Ugye az egyik esetben egy konkrét cselekmény van arra vonatkozóan, hogy megtévesszék a hatóságokat a kibocsátási normákkal kapcsolatban, a másiknál pedig egy legalitás határán mozgó kérdéskör van, és úgy tűnik, hogy még mindig nem vagyunk túl azon, hogy ezt az egészet végre elfelejtsük. Miközben egyébként lassan már minden autógyártó, aki nagy mennyiségű dízelautót adott el Európában, így vagy úgy, de érintve van ebben, egy-egy
kivétel van egyébként. Egy-egy autógyártó van, aki semmilyen mértékben nem értek még el ezek a dolgok, de azért most már tényleg majdnem mindenkinek van valami fajta ilyen kellemetlenebb ügylete. A lényeg, hogy a Volkswagennél egyébként azért úgy gondolják, hogy most már túl vannak az egészen úgy alapvetően, és hát ennek az utódvédharcnak az egyik ilyen fejezetét láthatjuk ebben a kérdéskörben. Szerintem érdekes, már csak azért is, mert ez a valaha fizetett legnagyobb összeg a német gazdaságban, ahol egykori gazdasági vezetőket felelőssé tettek a tetteikért. De ők egyébként nem ismerik el a felelősségüket, ennek ellenére egyeztek ki és fizettek, ugye? Fú, ez rettenetesen bonyolult, hogy itt kit miért vettek elő. Mert két síkon zajlik a történet. Az egyik az maga a csalás, a másik pedig a csalás utáni időszaknak a viselkedése, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan tájékoztatták a közvéleményt, illetve a részvényeseket arról, hogy ennek milyen implikációi lesznek a cégre nézve. És ez a két tematika, ez bíróság előtt is, és bűnöldöző szervek előtt is külön síkon folyik. A mostani ügyletben egyébként a Volkswagen koncernnek az egykori fejlesztési igazgatója nem ismert el semmiféle felelősséget továbbra sem. Tehát az ő ügye az egy külön ügyként lesz leágaztatva ebből az egészből, a többiek meg úgy tűnik, hogy akkor ezzel a részével most kész vannak, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy itt nem fog majd még éveken át tartó jogi haverce-úrca folyni ebben a kérdéskörben. Úgyhogy hát... Ez nyilván egy példastatuálás is, tehát ez szerintem nem lehet ennek tényleg a szimbolikáját félretenni ebben a kérdésben. A német hatóságok, meg a német gazdasági vezetők nem szeretnék, hogyha még egy ilyen ügylet lenne, ez eléggé egyértelmű. Ugye egyébként milyen szintig buktak ebbe bele a különböző autógyártóknál a vezetők, akik érintettek? Hát a teljesség igénye nélkül azért említsük meg, hogy itt a Nissan-tól kezdve a Renault-n át az egyéb francia autógyártókig kicsit az Opel, ugye a Mercedes, tehát a sor az tényleg eléggé hosszú, a Fiat természetesen, ráadásul a Fiatnak a dolgai Amerikában nagyon máshogy lettek kezelve, mint a németeknek a dolgai. Ugye a Fiat Chrysler kapcsán a csalás az kvázi bebizonyosodott hasonló mértékben, mint ahogyan azt a Volkswagen csinálta, mégsem tud róla a közvélemény közel sem annyit, mint amennyit a Volkswagenről tudnak. Azzal együtt is, hogy ott menedzseri szinten nem nagyon bántottak senkit, és egyszerűen egy megállapodást, egy törő, vagy hogy mondják ezt, bíróságon kívüli megállapodást kötöttek. Peren kívüli, így van az amerikai hatóságokkal, és akkor az ott ugye el lett szépen altatva az a kérdéskör. Úgyhogy izgalmas, és ennél is izgalmasabb az, és akkor egy teljesen más témával folytatnám, hogyha van még időnk, hogy új vezetője van a Ferrarinak, és ez így elsőre, ugye, hát egy olyan tematika lenne, ami kevés embert érint, hiszen azért Ferrarit nem olyan nagyon sokan tudunk vásárolni magunknak, sajnálatos módon. Viszont annál többen szeretnénk. Az egyik legvágyottabb márka a mai napig, és ugye tőzsdei értékét tekintve is azért egy nagyon jelentős szeletéről beszélünk az autóiparnak, sőt az olasz gazdaságnak is egy látható álló csillaga a Ferrari. És aki követi ugye a híreket, azt tudhatja, hogy hát azért az alapvető üzleti modell ennél a cégnél, még akkor is, hogyha viszonylag kis szériáról beszélünk, az hát erősen, hogy mondjam, kérdőjelre van téve, vagy hát újra gondolást igényel szellemi szinten, mert azért a világ autóipara bármennyire is fáj ez nekem személy szerint, meg még sokaknak, akik ugye a klasszikus autózást részesítik előnyben azzal szemben, ami most következni fog, de hát a világ az megy tovább, és a villanyautózást, meg a digitális szolgáltatásokat még egy ilyen jellegű, egyébként DNS-ében teljesen más dolgokat hordozó autógyártó sem úszhatja meg. És erre mi? Van egy... Lesz villany Ferrari, nem mondod? Lesz villany Ferrari, és a Ferrari is foglalkoznia kell mindenféle olyan dologgal, ami a digitalizáció kapcsán új területeken jelent pénzkereseti modellt. Én nagyjából úgy fordítanám ezt le a kedves hallgatóknak dilemma szintjén egy ilyen cégnél, hogy akkor vagy versenylovakat fogunk továbbra is tartani, és kivonjuk magunkat ebből az egész új világból, az egyik lehetőség, de ez ugye azért problematikus, mert itt törvényi restrikciók szintjén ezzel ki is zárjuk magunkat bizonyos piacokról, hiszen egyre több helyen lehet ugye
belső égésű motoros autók tiltásáról hallani, és nagyon nehezen lehetne azt eladni akár a részvényeseknek, akár a márka rajongóinak, hogy egyébként szeretnének ilyen jellegű autókkal közlekedni, csak mondjuk már nem engedik nekik új autóként történő megvásárlásukat. Tehát vagy ebbe az irányba mennénk el, de akkor viszont egy zsugorodás történne darabszám szempontjából emelkedő árak mellett, és az sem biztos, hogy ez azt jelenteni a végén, hogy profitabilitási szinten ez tartani tudja azt, amit eddig produkált a Ferrari. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy egyszerűen kanyarba előzve megpróbálnak az élére állni annak, amiben eddig nagyon-nagyon nehézkesen, vagy egyáltalán nem akartak mozogni, ez pedig az új világnak minden új kihívása. És sokáig agyaltak azon, ugye tavaly évvégén ment el az előző vezető a cégtől, és sokáig agyaltak azon, hogy milyen jellegű vezetőt fognak maguknak találni, és sokan azt gondolták, hogy valami konkurens autógyártótól, vagy luxusmárkától jön egy olyan menedzser, aki ismeri ezt a világot. Ehhez képest behúztak egy olyan szakembert, remélem, hogy jól ejtem a nevét, elnézést az olaszosoktól, hogyha nem, Benedetto Vigna személyében, aki az STM Microelectronics cégtől érkezik, és a chipgyártásban eléggé komoly szakembernek számít, tehát semmi köze nincs az autóiparhoz, ellenben az Apple-től kezdve egy csomó olyan big tech cégnek szolgáltattak komoly technológiákat ezzel a céggel az elmúlt évtizedekben, amelyek feltételezik azt ezzel a szakudással, hogy mindennel képben van, ami kell ahhoz, hogy mondjuk az önvezetéstől kezdve a digitalizáción át az elektromos autózásig mindenben részt tudjon venni és előre tudja mozdítani a márkát, ami ezekkel az új technológiákkal kapcsolatos. És szerintem azért ez egy olyan eszméletlen fontos paradigmaváltás egy ilyen jellegű márkánál is, ami minden egyes ilyen bástyával, ami ledől, vagy ami másik irányba dől, inkább így mondom, látszik az, hogy a klasszikus autózásban nem nagyon van visszavezető út. Tehát aki a benzingőzt, meg az összes többi ilyen attribútumot keresi az autózásban, annak vagy a veterán autózás fog maradni, vagy tényleg az olyan elképesztően kis szériás dolgok, amiket majd csak versenypályán lehet használni. Jól látható egyébként, hogy a Porsche-nál is nagyon-nagyon bejött a Taycan és az elektromos autózással kapcsolatos hozzáállás, hiszen nagyon szép számokat produkálnak ezek az autók. És mondok még egy izgalmas példát, éppen nálam van a Ford Mustangnak a elektromos változata, a Mach-E, ami ugye egy elektromos SUV, de Mustangként elnevezve, tehát a hardcore Mustangosoknál ugye többszörösen is kiveri a biztosítékot az autó. Ugyanakkor azt is el kell minden mellé mondani, hogy a Ford egy jó lóra tett, szó szerint ezzel az autóval. Ez jó volt, igen. Én kérek elnézést a szóvicc. Nem, jó volt, ült nagyon, igen. És képzeljétek el, hogy több elektromos SUV Mustangot adtak el az első néhány hónapjában ennek az évnek, mint amennyi klasszikus V8-as vagy eleve benzines Mustangot. 27.800 darab Mach-E lett legyártva, szemben 26.000 darab hagyományos Mustanggal. És akkor mondok még egy durvábbat elektromos autózás kapcsán. Ugye a szent tehene az amerikai autógyártásnak az a pickup truck, és ugye ez hozza értelemszerűen a legnagyobb lóvét, hiszen egy viszonylag egyszerű konstrukcióról beszélünk, amit ahhoz mérten nagyon drágán el lehet adni. És képzeljétek el, ugye a F-150-esnek bemutatták az elektromos verzióját nem sokkal ezelőtt, ráadásul Joe Biden maga, ha emlékezetem nem csal, és olyan pletykákat lehet hallani, hogy 100.000 előrendelése van az amerikai gyártónak az elektromos pickupjára, ami brutális szám. Uh-huh. És érdekes, hogy ha még itt hozzáteszünk egy újabb aspektust, érdekes, hogy nem következett be, legalábbis tőzsdei szinten az, amitől sokan tartottak, vagy amit sokan ünnepeltek volna, függően attól, hogy honnan nézzük a kérdést, a klasszikus autógyártóknak a részvényei ezeknek az eredményeknek a hatására, főleg annak függvényében, hogy mennyire terelték át magukat elektromosságra, elkezdtek szépen teljesíteni. Hát figyelj, amióta a tesztlások szívják a fókat, én a Daimlerrel olyat kaszálok, hogy csak. Hát, és ugye a Daimler az kompromisszummentes elektromos autózásra tette föl a teljes krédóját, úgyhogy
hogy azért nem sok évvel ezelőtt volt az, amikor én a kecskeméti gyár második fázisának a kapcsán a fejlesztési igazgatóval tudtam interjút csinálni, aki akkor még teljesen más jellegű dolgokról beszélgetett. Tehát szó nem volt arról, hogy itt mindent elektromos autózásra fognak alakítani, meg befejezik a belső égési motoros autóknak a fejlesztését, minden ilyesmi. Alig telt el 3 év, inkább 2,5, és teljes irányváltás nagyon következett durva, be. Igen. Uh-huh. Ami azért egyébként ezeknek a mamutvállalatoknak a rugalmasságát is jelzi valahol, annak ellenére, hogy ugye mindig rájuk van akasztva az a jelző, hogy ezek lassan mozognak és tovonják, és nem követik, hogy mi történik. Hát sajnos nincs meg, nem raktam el azt a cikket, hogy a Tesla egyébként nagyon nagy bajban van Európában, nagyon nagy akára jöttek a más gyártók, tehát amik itt tegnap valami... Tegnap ilyen, de ez a cikk, hogyha valaki meg akarja találni, akkor megvannak a konkrét számok, hogy biztos nem azt olvastam, mert nem tudom elolvasni a Handels blogban írtakat, de volt egy angol nyelvű is, és igen, tehát a Tesla konkrétan piacot veszített egy olyan európai elektromos autópiacon, ami nem tudom, 100-100%-kal nőtt, úgyhogy durván jönnek fel a hagyományos gyártók. Azt tegyük hozzá, Balázs, hogy egy darab számszerűen nem csökkennek, tehát ha növekedést nézünk, akkor a növekedést el lehet adni, mint fontos kommunikációs sztori. Igen. Viszont a share az ugye egyre. A share, a részesedés változik azt, nagyon durván. Azt meg igen. Már csak el kell hallgatni, igen. De föl kell tartani a hívőknek a bizalmát természetesen. Igen. Jó, Gábor. Jobbulást kívánunk neked. Tök érdekes, hogy megint odajukattunk ki, hogy megint ilyen elképesztő változás ment végig az autóiparban, és ennek csak egy apró jele az, hogy azért igazgatónak tech szakikat hoznak a cégek, mert hogy technológiai bizniszé válik így. Így van. Nagyon érdekes. Ja, egyébként még egyetlen egy visszacsatolás az aranyköpésetekhez, ha nem néz ki az ablakon mondatra jutott az eszembe, hogy a Volkswagen 2022-re ígér egyébként azt, hogyha te szeretnél önvezető funkciókat igénybe venni az autódban, akkor 7 euróért megkaphatod óránként. Magyarul 7 eurót spórolsz, hogyha magadnak vezetsz. Ja, ez jó, ez jó. Ja, nem és semmi. Egy kedves hallgató megerősítette, hogy tökéletes volt a kiejtés az olaszod, úgyhogy csupa jóság, úgyhogy ez segíti a gyógyulást jövő héten, ha más nem, ami járókerettel bebiceghetsz. Egy jólátorra. Igen, várunk vendégeket. Oké, köszi szépen, szia, szép napot. Sziasztok, szép napot. Várkonyi Gábor autószakértővel beszélgettünk. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Ingyenes családi nap a Fesztiválzenek.